az RMDS hónapok óta figyelmeztet az AUR megerősödésére, ön is kitért az AUR-ra. Tényleg ilyen veszélyesek? Hát én nap mint nap látom a parlamentben, hogy mit tudnak elművelni. A tegnap is volt különben ennek egy epizódja. Ugye sokan vannak, most már 20% körül mérik őket. Ott van még ráadásul a Sosvák szenátorasszony politikai alakulata is, az SOS Románia, ami 27%. És ezeknek az embereknek én azt látom, hogy valós megoldásaik nincsenek a problémáinkra. Csupán populista demagóg üzeneteket fogalmaznak meg, illetve bántanak, cirkuszolnak mindenkivel, ebből táplálkoznak, ebből élnek. És az a szomorú, hogy 2025-től választások után kétszer annyian lesznek Románia parlamentjében, mint eddig ahányon voltak. Ott kell legyünk mi is, hogy felszólaljunk, hogy elmondjuk, hogy nem úgy van, ahogy ők állítják, hogy megvédjük a magyarságot, mert ők folyamatosan bántani fogják a magyarságot, és ugyanez lesz Brüsszelben is. Brüsszelben eddig nem voltak ott, mert nem voltak, nem indultak az előző EP választások, utána született meg a pártjuk gyakorlatilag, és ott lesznek Brüsszelben most júliustól, ahogy feláll majd az új brüsszeli parlament, és ott is folyamatosan azt fogják tenni, hogy bántani fognak minket. Ott kell lennünk minél többen azért, hogy megvédjük a magyar közösséget.